Molnár Tamás tinédzser kora óta dolgozik saját és másoknak írt dalain. Minden projektjében, zenekarában megújul. Több mint 20 éve áll színpadon. Ennek az időnek magasságait és mélységeit olyan dalokban dolgozta fel, amelyek mindenki számára átélhetők. Sikerei mögött láthatjuk és érezhetjük kitartó munkáját, elszántságát. Amikor magamnak írok dalszöveget, az teljesen egyértelmű, őszinte kitárókozásból adódik, annyira nem komplex, mert terápiás jelleggel írok, amit éppen érzek, azt öntöm a papírra, ez nekem egy menedék, egy búvóhely, itt érzem magam otthon, és ez ad értelmet igazából az alkotó mindennapjaimnak. Amikor másnak írok, az egyel komplexebb, két verzió lehetséges, vagy megkeresem az előadóban és bennem azt a közös pontot, amire fel tudok építeni egy dal, tehát valami lélek vagy sorsazonosságot keresek, ami lehetővé teszi, hogy úgy írjak neki, hogy igazából magamnak vagy magamról írok, természetesen figyelembe véve valamelyest az előadó karakterét. Meg van olyan, amikor egyáltalán nem találok ilyen kapaszkodót, ekkor meg pusztán a fantáziámra van bízva, ez sem kevésbé művészi, azt gondolom, szóval ez is egy izgalmas, meg játékos megközelítése az alkotásnak. A háromnapos bojlis horgászat kellős közepén voltam, amikor hívtak az Artisiust, hogy ne csináljak programot június 5-ére. Hát nyilván nagyon meghatott, mert ez egy olyan szakmai elismerés, amivel még nem díjaztak. Reménykedtem benne, hogy valaha engem is ér ilyen megtiszteltetés. Nézve az Artisius díjas szövegírók sorát, pedig ebbe a ligába tartozni azért elég megtisztelő.